A fenyőfa az új életciklus kezdetét, a természet megújulását jelképezi. Mára már a karácsony legelterjedtebb jelképévé vált. A Margit család néhány hónapos kislányával idén először ünnepelte együtt Jézus születését. Dalma legnagyobb bánatára azonban a karácsonyi díszek most egy időre a dobozba kerülnek. Ma lebontjuk mi is a karácsony, hát elérkezett ennek is az ideje, és úgymond visszatérünk abba a hétköznapi életbe. A karácsonyi ünnepkör ezzel lezárult, január 6-a azonban hatalmas jelentőséggel bír a keresztény vallásban. Három ünnepről is ezen a napon emlékezett meg az egyház évszázadokon keresztül. Egyrészt ezen a napon látogatták meg először a napkeleti bölcsek, gáspár menhírt és boldizsára kis Jézust, vagyis Isten fia ezen a napon vált először láthatóvá az emberek nagyobb körében. Másrészt ezen a napon ünneplik a keresztények Jézus megkeresztelkedését, harmadrészt pedig Jézus első csodatételének megünneplése is ehhez a naphoz fűződik, amikor Jézus a kánai mennyegzőn borrá változtatta a vizet. Ennek a három eseménynek az együttes ünnepe volt évszázadokon keresztül ez a mai nap. A katolikus liturgia mostani megújított formájában külön veszi ezeket az eseményeket, és ma megpróbálunk a napkeleti bölcsekre koncentrálni. A vízkereszt utáni vasárnapon megpróbálunk uru megkeresztelkedésére koncentrálni, és egy külön hétköznapon pedig megpróbálunk a szent énekekkel, a kánai mennyegzőre koncentrálni. A hagyományokhoz tartozik, hogy a plébánosok vízkereszt napján vagy az azt megelőző napon vizet szentelnek. Ma ünneplik a vízkeresztet a görög katolikusok is. Ők egész folyókat szentelnek meg ezen az ünnepen. Érdekesség, hogy Magyarországon és több nyugat-európai országban is nem a napján ünnepelték a vízkeresztet, hanem a hozzá legközelebb eső vasárnapon.